Több mint 17 milliárd forintból 16 honvédelmi sportközpontot építenek országszerte. A települések között két Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is szerepel, így Újfehértón és Kisvárdán is kialakítanak állami lőtereket. Ezek célja, hogy önkéntes alapon a társadalom minél szélesebb rétegét bevonják a honvédelmi nevelés programjába. Most még üresen áll ez a 25 ezer négyzetméteres terület Újfehértó szélén, a jövőben itt épülhet fel a honvédelmi sportközpont. A kormány az országos szintű beruházást egy december 28-án kelt kormányrendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánította. Összesen 17,5 milliárd forintból 16 településen alakítanak ki majd ilyen létesítményeket. Augusztus közepén kapott az önkormányzatunk egy megkeresést a honvédelmi miniszter úrtól, hogy kormány döntése alapján több településen szeretnének honvédelmi sportközpontokat létesíteni. Ehhez kerestek partner önkormányzatokat. A megkeresésnek a lényege az volt, hogy az önkormányzatoktól várták, hogy a levélben felsorolt paramétereknek megfelelő területet, lehetőleg 2-3-at, ha úgy gondolják, hogy beszállnak ebbe a történetbe, akkor ajánljanak föl. Ilyen feltétel volt például, hogy a felajánlott önkormányzati telek könnyen megközelíthető és közművesített legyen, de viszonylag távol helyezkedjen el a lakott területtől. Újfehértón a két felajánlott telek közül végül ezt a Dorogi út mellett itt választották a szakemberek. Ez a terület a temető után és a szennyvíztelep előtt van, több mint 2 kilométerre a lakott területtől. A létesítmény nem iskolai keretek között, hanem szabadidős tevékenységként ad lehetőséget a szervezett sporttevékenységekre, ez áll a Honvédelmi Minisztérium MTI-hez eljuttatott közleményében. A célok között szerepel még a sportlövészet széles körű megismertetése, valamint lehetőséget biztosít a biztonságos és szervezett keretek közötti gyakorlásra, illetve a honvédelmi szempontból is kiemelten fontos sportágak edzéseire, ilyen például a vívás, küzdősportok és lövészet. Újfehértó mellett Kisvárda is bekerült a beruházás első ütemébe, megfelelő terület felajánlás után ott is kialakítanak majd egy honvédelmi sportközpontot. Vendégünk a stúdióban Veres Andrea, a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület elnöke. Jó napot kívánok! Köszönöm. Jó napot kívánok! Hogyan fogadták a hírt? Azt hiszem, hogy nagyon örültünk neki, hogy lőtérfejlesztésekre kerül sor. Ez nagyon-nagyon fontos, mert fontos hangsúlyozni azt is a lakosság felé, hogy ez biztonságos, tehát megfelelő kezekben igenis lehet jól bánni a fegyverekkel. Hogyan látják, hogy a lőtér növeli-e a népszerűségét ennek a sportnak? Reméljük, hogy ez így fog történni, habár ezek a lőterek, amelyek épülni fognak, egy kicsit másak a sportlőtérhez képest, viszont nagyon úgy érzem, hogy tudnunk majd meríteni akár versenyzőket is ezáltal. Mi a különbség a kettő között? A sportlőtéreknek nagyon-nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelnie, akár nemzetközi, akár országos színvonalon. Ezek a honvédelmi sportközpontok által épített lőterek pedig nem lesznek ennyire szigorú szabályozásúak. Egy kicsikét arra kérem, hogy mutassa be az egyesületet, hiszen hát ha jól tudom, akkor hát idestóban 100 évesek, tehát 1928-ban alakultak, 90 évesek maradjunk ennyiben, és mikor... Mi volt az a még annó, ami miatt egyáltalán megalakultak, és azóta pedig milyen eredménnyel? Hát természetesen 1928-ban egy kicsit más keretek között alakult meg ez az egyesület. Ekkor azért már az olimpiai versenyszámok között javarészt ott volt a sportlövészet, hiszen már az első olimpián is szerepelt. Egész más keretekben működött, akár az első világháború utáni időben, ugye a második világháború időben. Az MHS lőterek voltak azok, amelyeknek az elődje volt ugye a mai egyesületünk, és hát a lőterünk is egy ilyen MHS lőtér. És hát természetesen nagyon eredményesek vagyunk, hiszen olimpikonunk van, világbajnokunk, Európa-bajnokunk, sőt, hogyha egy kicsit a közelmúltról beszélhetek, akkor a 2015-ös évben a Magyar Olimpiai Bizottság a hónap utánpótlás műhelyévé választott minket, nem csak sportlövészet szempontjából, hanem az országban az összes egyesületből, és a tavalyi évet is nagyon sikeresen végeztük, hiszen az országban most második helyen végeztünk, minket csak az újpesti torna egy lett tudott megelőzni. Egyébként jól érzem azt, hogy egy picikét, mint hogy kevésbé ismernék önöket, amúgy akár Nyíregyházán is, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében? Talán úgy érzem, ha bár az elmúlt 5 évben nagyon próbáltuk felpezsdíteni a lövész életet. Ilyen volt több országos színvonalú verseny, legutóbb egy nemzetközi versenyt szerveztünk, az olimpikonoknak edzőtábort, vagy akár a nyílt lövészetek, a testnevelés óra keretein belül bemutató lövészetek, illetve az iskolákban tartott lövészetekkel is próbáljuk Hány ezt elérni. Tagot számlál az egyesület? Körülbelül egy olyan 100 tag körül mozgunk, ez természetesen folyamatosan változik, javarészt utánpótlás nevelése foglalkozunk, de a felnőttek is nagyon fontosak számunkra.
Ha valaki érez magában ilyet, akkor hogyan jelentkezhet? Egyáltalán ki az, aki érezzen magában lehetőséget arra, hogy eredményesen tud sportolni az önök egyesületében? Először is beszélnék az utánpótlás korúakról. 10 éves kortól foglalkozunk gyerekekkel. A 10 éves korú gyerekekkel mindenféleképpen légfegyverrel tanítjuk meg őket lőni, de természetesen a felnőttek számára is lehetőséget biztosítunk. A nyíregyházi lőteret fel kell keresni, és utána pedig el tudjuk mondani, hogy milyen lehetőségük van. Lehet hobbilövész az ember, vagy akár komoly versenysportig is el tud jutni. Milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni? Hogyha valaki ugye egy kisgyermekes szülő, akkor honnan tudja azt, hogy mondjuk az ő gyerekét érdemes beiratni? Én mindenféleképpen azt szoktam mondani, hogy a nagyon fontos az a gyerekeknél, hogy minél több sportot próbáljanak ki, és úgy fogják megtalálni azt, hogy melyik az a sport, ami igazán hozzájuk illik. De hát azért nagyon fontos egy lövésznél, hogy nyugodtnak kell lennie, a monotóniát tűrnie kell, hiszen azért ez egy olyan sport, ahol akár egy órán keresztül is bent kell állni a lőállásba. Azért szoktam javasolni, mert nagyon nagy mértékben fejleszti a gyerekeknek a koncentrációs képességét, a tanulásban is nagyon sokat tud segíteni, úgyhogy én mindenkinek bátran ajánlom, hogy próbálja ki. Egy kis viszonyítási alapot még azért áruljon el, tehát hogyha valaki kezébe veszi ezt a fegyvert, akkor milyen távolságból kell mondjuk arányai, akár arányban is nem tudom mennyire tudja érzékelni azt, hogy mit kell eltalálni. Hát körülbelül ez egy légpisztoly, amit ugye most behoztunk, és amit látunk, ez már egy versenypisztoly. Ezzel a fegyverrel 10 méteres célra lövünk, és a 10 méteres cél az körülbelül egy ilyen 1 cm átmérőjű a 10-es. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon pici és minimális mozgást lehet ugye a kezdeményezni, de természetesen ez évek alatt tanulható. Pisztolyos és puskás szakággal is foglalkozunk, és attól függően, hogy kinek melyik az, ami közelebb áll hozzá, így döntjük el, hogy melyik versenyző még szakákba fog versenyezni. Jó szem mindenképpen kell hozzá. Szemüvegesek? Van, aki szemüveges, tehát ez egyáltalán nem akadályozza meg a dologban, hiszen most már olyan modern technikák vannak, és olyan modern eszközök, amelyek a szemüveggel is lehetővé teszik azt, hogy valaki kiváló lövész legyen. Mivel foglalkozik még az egyesület, hiszen nem csak ez a feladata? De természetesen az egyesületnek nagyon sokrétű feladatköröket lát el. Ilyen például a vadászvizsgáztatás, a tanfolyamokra való felkészítés, az önvédelmi lövészetek, a céges lövészetek. Egy szóval azt tudnám mondani, hogy minden, ami lövészet, az hozzánk kapcsolódik. Hogyha valaki úgy dönt, hogy szeretne egy fegyvert, és egy teljesen éles fegyvert, azt is önöknél kell beszerezni, mármint az engedélyt? Ez csak abban az esetben történik nálunk, hogyha az illető a mi sporttagunk, hiszen mi csak ilyen irányú fegyvertartási engedélyekkel foglalkozhatunk. Ebben is egy nagyon, nagyon szigorú szabályozásnak kell megfelelni, hiszen pszichológiai vizsgálaton kell átesni 2-szer, versenyengedéllyel kell rendelkeznie az illetőnek, aktív versenyzőnek kell lennie, és minden évben minősítést kell lőnie. A tartási engedélyeknek ugye meg kell felelnie, tehát ez egy nagyon szigorú procedúra. Tehát akkor tényleg nem egyszerű. Nem egyszerű a fegyverszerzés, igen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.